Mivel szeptemberben a junior csapatnak már bajnoki meccseken kell pályára lépnie, augusztus elején elkezdte a felkészülést az NYKS. Nem telt azonban eseménytelenül a nyár sem a kosársuli játékosai számára. A hagyományokhoz híven több napközis tábort is szervezett az egyesület, így a fiataloknak júniusban és júliusban sem kellett lemondaniuk a mozgásról. Voltunk most bentlakásos táborban is, mert ugye most már ezt is meg lehetett tenni. Szilvásváradon voltunk, nagyon élvezték ezt is a gyerekek, sőt ebben az évben sikerült egy olyan tábort megszerveznünk, ugye nekünk azért vannak kint vidéki egyesületünk is, akik Záhonyban, Szakolyban, Mária Pócson, Újfehérton dolgozó edzőink vannak, és ezeknek a gyerekeknek megpróbáltunk egy olyan hetet biztosítani, hogy ugyanazt a felkészülést megkapják, mint amit a bent lévő nyíregyházi gyerekek. Ugye kint az iskolákban még nem lehet edzeni, ezért kell ehhez folyamodnunk, de nagyon sokan bejöttek, nagyon jól érzik magukat, tehát minden valószínűség szerint ezt a tendenciát ezt nekünk a jövőben is tartanunk kell, és természetesen augusztusban elkezdődött a felkészülés, elkezdtünk a nagyobbakkal, kisebbekkel, mindenkivel dolgozni. Nem teljes a létszám, mert nem lehet teljes a létszám, azért se teljes, mert szülők nagy része még elment nyaralni, ugye végre mindenki nyaral, hogy jól érezheti magát, ezért azokkal a gyerekekkel, akik már hadra foghatóak, kezdtünk el dolgozni. A hiányzók egyike Dobó Lilla, aki bekerült az U16-os válogatott utazó keretébe, így a spanyolországi FIBA Youth European Challenger tornán képviseli az NYKS-t is Magyarországot. Nagy örömünkre szolgál, hogy Dobó Lilla az U16-os válogatott a Spanyolországba fog utazni, tehát ugye sikerült a leszűkített 12-es keretbe bekerülni, hát ez óriási boldogság, óriási nagy öröm. Ugye ő kimondottan az a típusú játékos, aki mindent megtesz azért a szülőkkel együtt, hogy ő ezt a célt elérje. Végig izgultunk, végig azon voltunk, itt napi kapcsolatban voltunk a telefonon is, hogy sikerüljön ezt a célt elérnünk, de megdolgozott érte, megérdemelte, és reméljük, hogy a lehető legjobban fog ez a korosztály szerepelni majd Spanyolországban. A Nyíregyházi Kosársuli idén nem rendez tornát, a különböző korosztályokban hazai ellenfelekkel szemben készülnek majd fel a bajnokságra a csapatok. A felnőtt együttes a következő idényben is az amatőr NBA zöld csoportjában szerepel majd.